Tisztelt hallgatók, tisztelt hozzátartozók! A diplomátadó ünnepség életük egyik legmeghatározó pillanata. Jó megérdemelt munkájuk gyümölcsét szüretelik ilyenkor le, és készülnek fel arra a következő nagy lépésre, amit életükben meg kell tenniük. Sajnos idén a COVID-járvány okozta körülmények nem teszik lehetővé, hogy együtt ünnepelhessünk, azonban úgy gondolom, hogy itt is ebben a rövid videóüzenetben, amit útravalóul készítettünk Önöknek, azt a pozitivitást kell hangsúlyoznunk, amely az életbe hatalmas csodákra képes. A COVID-járvány mindenki számára nagy kihívásokat tartogatott a társadalomba. Azonban úgy gondolom, azok jöttek ki ebből a járványból jól, akik nem a bajt, hanem a lehetőséget látták meg benne. Lehetőséget az újításra, lehetőséget arra, hogy embertársaiknak segítsenek, és nem az elkeseredsedést, hanem azt hangsúlyozták, hogy az alkotó erővel mindenen túl lehet menni. Ismerik Önök is azt az embert, aki a félig telt pohárról azt látja, hogy félig üres. Önök ne legyenek ezek az emberek, legyenek azok az emberek, akik a félig teli poharat látják. És azért, hogy ne csak prédikáljak, hanem megmutassam, hogy mi is így gondolkodtunk, és mi is hasonlókat terveztünk a COVID alatt. Azokat a lehetőségeket kihasználva, amit a COVID során nyújtott források számunkra biztosítottak, egy új kampuszt terveztünk leendő hallgatóinknak, amire Önök is, öreg diákjaink már, büszkék lehetnek, vagy ha mesterképzéseinkre visszatérnek, akkor élvezhetnek. Amit itt látnak, az a központi terünk, ahol egy új kis tavat fognak találni, egy rekordtámpáját, egy új akadémiai épülettel, amelynek aljában egy étkező lesz. És mindezt összekötjük a kollégiummal és a régebbi előadó épületünkkel, üvegfolyosóval, hogy egy üvegkomplexumba tudják leélni életüket. Itt van az akadémiai épületünknek az alja, ahogyan terveztük, nagy nyílt terekkel, közösségi terekkel, ahol találkozhatnak egymással és a gazdasági élet szereplőivel, de aztán nem felejtjük, hogy ez Önöknek a második otthona, tehát sok olyan kényelmes helyet adtunk, ahol Önök pihenhetnek, vagy utódaik pihenhetnek, és tanulhatnak. Arra is figyeltünk, hogy mindezt környezettudatosan tegyük, mohafalakkal, zöld felületekkel, és hogy a játékra, a közösségi életre, a sportolásra is lehetőséget biztosítsunk, rekordtámpáját, 4 darab tagball pályát és 2 darab streetball pályát építünk föl. Ez lesz az új kampuszunk, amelyik Önök nélkül, utódaik nélkül üres lenne. A szellemiséget, az Önök utódai, és azok az új hallgatók fogják hozni, akik úgy gondolkodnak, amit az előbb elmondtam. Minden rosszban van egy lehetőség, amit ha megtalálunk, akkor csökkenthetjük annak a rossznak az élét, és jót tehetünk a társadalom számára, és ez alatt pedig olyan dolgokat tudunk kidolgozni, amik maradandóvá válnak, amelyek a következő generációnak a fogalmazzunk úgy, a mindennapi életét fogják biztosítani. Én úgy gondolom, hogyha ezt elhiszik, és ezt a gondolatot magukévá teszik, akkor sikeresek lesznek, és a sikereik, a mi sikereink is, ugyanis ne felejtsék el, egy közösséget alkotunk, aki valaha a mi diákunk volt, az mindig a mi diákunk lesz, úgyhogy várjuk vissza Önöket, csatlakozzanak az alumni szövetségünkhöz, a Pannon Egyetem alumnia Önök azáltal, hogy most már megszerezték a diplomájukat. Kérem, vigyék el jó hírünket, mutassák meg azt másoknak is, hogy itt a Pannon Egyetemen mi pozitív gondolatokkal a jövőt építjük. Vigyék el ezt a hírt, győzzenek meg sok fiatalt, hogy tanuljanak tovább, és ha tovább tanulnak, akkor válasszanak bennünket. És ne felejtsék, visszavárjuk Önöket, ha bármilyen képzésben, ha bármilyen dologban segítséget tudunk nyújtani, segíteni fogunk Önöknek.
Gratulálok diplomájukhoz, következő nagy lépéshez pedig jó szerencsét, sok erőt, egészséget kívánok. Tudom, hogy az itt megszerzett tudásuk önöket arra predesztinálja, hogy sikeresek legyenek. Gratulálok, jó szerencsét, jó egészséget kívánok, visszavárjuk önöket.